Mással is kezdődhetett volna a süni zene, mint a bölcsödés gyermekeknek szóló zenei foglalkozás címadó dalával. Csekek Lára évek óta tart foglalkozásokat egészen kicsi, akár tipegő, beszélni alig tudó gyermekeknek Tolna megyében. Foglalkozásait a gyerekek nyelvén tartja, mondókákat, énekeket tanít a kicsiknek és szüleiknek. Bátaszéken is nagyon élvezték a gyerekek, ahogy a gombák karimája nő. Gomba, gomba, gomba! Nincsen semmi gondja, ha az eső esik rája. Nagyra ő a karimája, az esőt csak neveti, van kalapja teheti. Majd jöttek a karfiolkarcsik, karalábék Klárik, és a várva várt anyacsúzda is. Karfiolkarcsik, karalábék Klárik, Levesváros végállomás, tessék hát kiszer fogjálat. A gyerekek nagyon élvezték az élő zenére való vonulást, tipegtek, topogtak édesanyjuk irányításával, méghozzá ritmikára. Badacsonyi szőlőhegye, két szár, összeroppantották. A mondókákat különböző ütős hangszerekkel dobták fel, a kicsiket nem kellett kétszer kérni a hangszerek kipróbálására. Öreg kutya sétál, csillagfarka sétál, eszetőre, hátasbőkre, itt a tója métál. Majd jöttek a jól ismert gyerekdalok, a szülők önfeledten kapcsolódtak be az énekekbe, a kicsik pedig ringatóztak, dúdolták a jól ismert, vagy éppen kevésbé ismert dallamokat. Én elmentem a vásárba fél pénzzel, tisztot tettem a vásárba fél pénzzel. Csekek Lára három gyermek édesanyja és nem mellesleg zenetanár. Mégis egy véletlen folytán indította el a Tolna megye több településén igen nagy népszerűségnek örvendő zenebölcsit, a süni zenét. Ides Tova 12 éve. Amikor az első gyermekem megszületett, akkor az egyik, hát baba-mama tornára jártunk, és az egyik anyuka megkérdezte, hogy miért nem tartok ilyen zenei foglalkozást piciknek, és akkor körbenéztem, hogy mi az a zenebölcsi. Volt egy osztálytársam, aki ezzel foglalkozott, illetve több. Tőlük így beszedtem az információt, a saját képemre alakítottam ezt, de kicsit úgy bele is mentem a szakkönyvekbe, meg amit tanultam az egyetemen, igaz, és ezt úgy kiadtam, és ez lett a süni zene, és rajtuk láttam, hogy mennyit fejleszt ez. Mi mindig az én gyerekeimmel fél éves kortól kezdtük el ezeket, és akkor rohamosan fejlődtek a gyerekek, hiszen rengeteg külső ingert kapnak, mind szociálisan, mind szokásilag, mind az, hogy találkozunk másik babával, hogyan viszonyulunk hozzá. Beleszőttem azt is, hogy hangszert cserélünk, hogy ne csak ahhoz ragaszkodjak, ami a kezembe van, hanem ki lehet próbálni mást is. Ha nem adja a gyerek, akkor úgy kezdjük, hogy ugyanolyan hangszert adunk a kezébe, de azért szokja azt meg, hogy ne csak az enyém van. Ugye a zenei fejlődést is, tehát a zenei fejlesztést is segíti ez a foglalkozás, mint ritmusérzék, hallás, anya gyermek kapcsolat, az, hogy közel vagyok hozzá, hogyan tudok úgy játszani vele, hogy szint a testem összeér, és hiszen nemrég jöttek ki a saját testünkből, és ezért ők még igénylik ezeket a foglalkozásokat, azokat a testi kontaktusos játékokat. És hogyha mindezek mögött egy humor is van, hát az a csúcs. Több anyuka is visszajelezte ezt, hogy mire megjön a beszédkészség, ha 30-40 mondókát tudott a gyerek, hiszen heti szinten jártak ilyen foglalkozásra, ha nem hozzám máshoz, de ez nagyon fontos nekik. És nem csak tehát maga egy feszültségoldás is az egész, mert
addig nem tudják kifejezni, hogy őt mit akarnak, de itt kapnak egy olyan jelrendszert, hogyha felteszik az ujjukat, vagy más csinálnak, tehát ki tudják fejezni azt, hogy ők milyen éneket szeretnének játszani. Nem mindenki feltétlenül emlékszik vissza arra, hogy az ő anyukája hogyan játszott vele. Ez egy nagyon jó kis emlékeztető, és hát én egy csomó népi éneket is hozok bele, talán nem csak emlékeznek rá, hanem újakat is tanulnak, új dolgokat, és azt látom, hogy a festőművésztől a tanárig, a pszichológusig, mind ott vannak az én foglalkozásomon, zenészek, és ez nagy öröm számomra, hiszen én is megismerkedem velük, és ez nem csak azért jó, mert az anyukák eljönnek és megtanulják, hogy mit kell csinálni a babával, vagy nem megtanulják, hanem hogy együtt játszunk, hanem találkoznak a többi anyukával is. Több édesanyja hónapok óta jár a süni zene foglalkozásaira, és azt mondják, ez már a heti programjuk részévé vált. Annyira szeretnek összejönni más gyerekes édesanyákkal, énekelni, mondókázni. Bogyiszlón járunk a sünire, ott a faluba hallottunk róla, a barátnőkkel, és ott kezdtünk el járni. Amikor kis picike volt, 2 hónaposan, most már lassan 6 hónapos lesz. Mert a gyerekek nagyon szeretik ezeket a zenés foglalkozásokat, és segít a mozgás, meg a beszéd fejlődésbe, én szerintem. Milyen játékot élvezett a legjobban? Hogy láttad? Hát ezt a kendős játékot. Miért? Kukucs miatt? Egyrészt, meg a gombócok miatt, mert nagyon színesek. Állítjam, édes lyukom, elfogyott a cél.